a növénnyel él a budapesti nappalijában egy székelyföldi férfi. A lakás dzsungelt másfél év alatt alakította ki. A tájépítész fiatalembert lenyűgözik a ritka növények, de a hagyományosak mellett is nagyon jól érzi magát. Szobájában a több száz eurót érő hajtásoktól egészen az aglegény pálmáig minden felelhető. Nagy levelű bujafikuszok, egzotikus növény különlegességek, hamisíthatatlan trópusi érzés, török csongor, a dzsungel szerelmese. A 29 éves hiatalember 150 fajta ritka dísznövényt gondoz, gyűjtöget a budapesti második emeleti lakásában. Valóságos őserdőt varázsolt ide. A trópusi növényeknek, meg ennek a dzsungel hangulatnak van valami olyan, nem tudom, amikor az ember bemegy egy pálmaházba, és megcsapja az a pára, nem sokáig olyan jó bent lenni, hogy hú, mennyi növény. Meg a másik dolog, amit valószínűleg tudat alatt vonzott, az a biofília, amit a növényeknek a közelsége gyakorlatilag pszichológiailag bebizonyítottan növeli az embernek a hangulatát. A Csíkszeredából származó férfi tájépítészként dolgozik. Csongor 5 éve költözött Budapestre, másfél év alatt gyűjtögette össze a rengeteg dísznövényét. Egyre bővültek a polcok, amelyek szépen lassan roskadozni kezdtek a dísznövényektől. 2019-nek a végétől kezdett gyűlni, megjelent ez a polc, megjelent a másik polc, megjelent az irodánál a kis polcom, amire lelógnak a növények, és akkor igazából akkor lett nagyon sok, amikor elkezdtem szaporítani, és elkezdett ez egyre jobban menni, egyre szebbek kezdtek lenni a növények. És hát akkor utána aztán megjött az, hogy a ritkább, érdekesebb növények, és mik vannak a piacon, és aztán hát ez egy olyan elkattanás, amit az ember így egy darabig követ, aztán már nem. Kamaszként az osztályteremben lévő növényekről kérdezgette a biológia tanárnőjét. Érdeklődött a színük, fajtájuk, gondozásuk felől. Később egy banánpálmát szerzett, amit gyerekként nagyszüleinél tartott. Édesapja kertészmérnök, gyakran eljárt vele gyümölcsfákat metszeni. Muszájból kellett menjek vele fákat metszeni, amit az elején nagyon nem szerettem, mint ahogy nagyon sok gyerek. Aztán meg egyre inkább kezdtem megszeretni, és azt a szakmát is megtanultam. Szóval már volt olyan munka, amit így csak így rám bízott. És még ez is közelebb hozott, ugye mondtam, hogy engem az építészet vonzott igazából, én nagyon építész akartam lenni, de aztán úgy hozta a sors, hogy tájépítész lettem, és ez a legjobb dolog volt, ami történt az életben, mert szerintem sokkal több lehetőség van egy tájépítésznek a környezetét alakítani. Tájépítészeti tanulmányait Bukarestben kezdte, majd a színvonalasabb oktatás miatt Budapestre költözött. Diploma munkájában a nagyszülei erdélyi falujának a főterén elhelyezkedő különleges építményeket tervezte meg. És azért választottam ezt a témát diplomatémának, mert a tájépítészek úgy hajlamosak elsiklani e fölött, hogy a falvakkal is foglalkozunk, azt, hogy lehet kortárs építészeti eszközökkel megújítani, úgyhogy mégse vegyük el annak a valódi ízét, amilyen van egy falusi környezetnek, és ezt próbáltam meg ezen a köztéren megvalósítani, amit ugye már gyerekkorom óta ismerek. Csongor másfél éve kezdte el becserkészni a legritkább trópusi növényeket. Jelenleg is azt tanulmányozza, miként szaporítható, és hogyan lehet gondját viselni a legérzékenyebbeknek is. Sokan nem tudják, hogy a monsteráknak, azoknak azért ilyen lyukacsos a levele, mivel hogy a saját magát megmentve ezzel a növény, fényt enged a lentebbi leveleknek is. És ez az alsó, még fiatal levelek még nem lyukacsosak, és ahogy megy fel egy fán, és egyre több a fény, de az alsó leveleknek már nem jut, ilyen a monstera is, meg ilyen sok, hát ezek monstera félék. Annyira kedveli a dísznövényeket, hogy még a távolság sem tántorítja el. Előfordult, hogy 200 kilométert utazott, hogy egy idős hölgytől megvásárolhasson egy ritka fajtát. Azért is különleges, mert ez egy nagyon idős növény, amit keveset talál az ember, és a Facebook beszélgetésből nekem annyira még nem jött át, hogy milyen is ennek a növénynek a tulajdonosa, de amikor elmentünk érte, akkor a néni hát egy csoda volt, tehát így mondta, hogy hát ő már túl idős ehhez, meg annyira szépek ezek a növények, meg, de ő már nem foglalkozik velük, és akkor megmutattam neki, hogy nekem milyen növényei, meg mondtam, hogy ez gyönyörű, hát mióta van meg, mondta, hogy legalább 7-8 éves, és ő igazából egyáltalán nem tisztában lévő az ár, hogy mennyit érhet egy ilyen növény.
Ezt így 8000 forintért jutottam hozzá, ami hát igazából én így felbecsülhetetlennek tartom, azért nem is nyúlnék hozzá, hogy ezt szétvágjam vagy szaporítsam, de hát biztos, hogy több ezer euró valószínűleg. A fiatalember számos tévhittel találkozott, növénygyűjtögető életmódja során. Rengeteget olvas, tanul, és minduntalan fejleszti magát, hogy az aktuális kutatásokkal és elméletekkel tisztába legyen, így azt is tudja, milyen tévhitek övezik a növényvilágot. Ha bent aludna egy botanikus kertben, egy pálmaházban, nem lenne semmi baja. Nagyon fájna a feje a magas páratartalomtól, meg a sok széndioxidtól, de ennyi igazából. Azt én sem szeretném, akármennyire szeretem őket, nem aludnék ott egy botanikus kertben. Csongor szerint egyre többen élünk városban, de ugyanakkor mindannyian vágyunk a természet közelségére. A kellemes otthoni környezet kialakításában is segítségünkre lehet a dzsungel stílus. A különleges trópusi növények a pihentető atmoszféra megteremtését szolgálják. Hálószobába különösen ajánlott.